továbbra is Amerika van a fókuszban. Ma Kolumbuszra emlékeznek a tengeren túlon. Ez azért érdekes, mert néhány bőrze ma zárva tart, de a részvénypiacok nyitva tartanak az amerikai bőrzéken, vagyis a befektetőknek van lehetőség arra, hogy más piacokat, más kontinenseket is felfedezzenek ebben a felemás amerikai kereskedési hangulatban. Így lesz ma a hangsúly, vagy így lesz ma nagyon fontos eseménysorozat a hazai bőrzén, hiszen mind a MOL, mind az OTP kapott egy-egy pofont az elmúlt órákban. Pénteken az S&P helyezte figyelő listára a MOL-t az horvátokkal, illetve az INA-val folytatott küzdelem kapcsán, ami azért érdekes, mert a MOL csoport pénzügyi helyzete, eladósodottsága a második negyedéves gyors jelentés alapján 5 éve nem látott alacsony szinteken van, vagyis borzasztó erős pénzügyileg az egész MOL csoport, de az INA-t el kellene adni, nyilván egészen más számukról beszélnénk ebben a vonatkozásban. Az OTP kapcsán pedig kiemelnénk, hogy a horvát devizahiteles ügy, ami az elmúlt hónapokban mintaként szolgálta a hazai elképzelések tekintetében, továbbra is zajlik, néhány héten belül jön a megállapodás, ami azért fontos, mert a hazai devizahiteles mentőcsomag is ennek a mintájára készülhet, vagyis ez sem sejtett túl sok jót az OTP következő napi teljesítményével kapcsolatban.